A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök a VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatják, és más hangszeretett társalgás adás sorozatunkban. Nagyon nagy szeretettel Marton Beátát köszöntöm a stúdióba. Szia, Beus! Szia, Ági! Köszönöm szépen a meghívást! Beussal sokszor beszélgettünk már, és nagyon-nagyon élettel teli, nagyon örömteli, nagyon energikus életet él. Minden kihívásnak így az elébe áll. Ez a tipikusan olyan Beus, hogy na ide az életet nekem, és az élet hadd csináljon velem, amit akar. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon bátornak kell lenni, nagyon bevállalósnak kell lenni, nagyon nyitottnak kell lenni. És amikor valaki ilyen bevállalós, nyitott és bátran áll neki az életnek, akkor megérkeznek olyan különleges dolgok, támogatások és eszközök is ehhez, amik segítenek ezt megvalósítani. És ez nem egy egyszeri alkalom, nem egy kétszeri alkalom, hanem az életed minden pillanatában ez történik. És nagyon sokat beszélgettünk már, de arról még nem beszélgettünk, hogy mi van akkor, hogyha valakiben megtörténik az a bizonyos nagy átfordulás, amikor megérkezel egy olyan tudatossági vagy tudati szintre, vagy egy olyan szívtérbe, amikor igenis a szeretet az útmutatód, igenis a szeretet energiája éltet, és a szeretet vezérelés hat át mindent, amit csinálsz, amihez érsz, amit döntesz, tehát ennek a támogatása, ennek a hajtóereje mozgat, akkor hogyan alakítja át az emberi kapcsolataidat ez? Most nagyon nehezet kérdeztél. Reméltem is. Hogyan alakítja át? Hát teljesen. Ugye az emberi kapcsolataink és azok minősége is, és a kapcsolódásaink, azok teljes mértékben attól függnek, hogy bennünk mi van. Teljesen. Ez nem is tudom, ezt nem lehetne jobban érezni vagy tudni, mint amennyire ebbe biztos vagyok. És ahogy mi változunk belülről, úgy változnak a kapcsolódásaink. Hogyha nagyon nagyot változik az ember belülről, biztos már mindenki volt így, hogy azt vesz észre, hogy rövid időn belül szinte teljesen le is cserélődhetnek az emberek körülötte, teljesen eltűnhetnek emberek, a barátságok szakadnak meg, családi átalakulások, párkapcsolat, minden. És csak észre se veszi talán az ember akkor, amikor történik, csak körülnéz, és azt mondja, hogy két hónapja meg teljesen más volt minden. Ilyen is van, szerintem nagyon sokan éltek már át ilyesmit. És van az a szépen fokozatosan alakul át a dolog, ahogy mi változunk, és ahogy mi alakulunk. Hiszen olyan embert sem ismerünk, aki születésétől fogva ugyanazok az emberekkel van körülvéve, és ugyanolyan minőségben kapcsolódik hozzájuk egész élete során. Hát még a gyerekkori, ha van valakinek gyerekkori barátsága, ami megmarad, szerintem ez egy nagyon szerencsés dolog tud lenni, de az csak akkor tud megmaradni, hogyha az maga az egész kapcsolódás alakul át, ugyanúgy tudja követni, és eléggé rugalmas lesz ahhoz, mind a két ember, hogy egymást húzva, tolva, kicsit otthagyva, meg visszatérve, de hogy tudjon kapcsolni. És azt gondolom egyébként, hogy a magas szintű kapcsolódásoknak ez az egyik sajátja, hogy nem kíván meg semmiféle úgymond szabályozást, hanem valójában a két ember között lévő szeretet szabályozza önmagától, és nem pedig az elvárások. Most, ha ilyen magasabb szintű kapcsolódásokról beszélünk, akkor ugye a másik ismerve az, hogy nem hiányon alapul.
Én azt gondolom, hogy ezt megtanulni többségünknek, ez igenis egy nehéz folyamat. És nagyon-nagyon sokszor voltam én is olyan helyzetben, amikor én azt hittem, és én azt gondoltam, hogy ez már nálam így van. És aztán, amikor én megint tudtam egyet nyitni magamon, és jobban tágulni, akkor vettem észre, hogy de, hogy van úgy, ugyan már. Én nem tudok úgy, tehát mindig magamról beszélek. Nem tudok még azon a szinten és úgy kapcsolódni, és igenis ott van a hiány. És igenis ott kattognak bennem a programok, és igenis ott van. Tehát, hogy, és nem tudom egyébként azt sem, hogy ami most, amit most érzek, mert most magammal kapcsolatban tudom elsősorban ezt a kapcsolódási változást, egy minőségi változást megélni. És egyébként én lehet, nem mondom azt, hogy ez általános, és ennek így kell lennie, de nálam ez így van, és hogy nem tudom, hogy lehetett volna másként. Tehát én nem tudom azt, hogy lehetett volna egy, mondjuk egy párkapcsolatban ilyen szinten szabaddá tenni önmagamat, hogy aztán utána az a kapcsolódás is erre a tiszta szeretet szintre tudjon megérkezni. Ugyanakkor hiszem azt, hogy a párkapcsolatok azok, vagy engem legalábbis a párkapcsolatomban megélt nehézségeim, a kapcsolódásommal megélt nehézségeim toltak arra, hogy a valódi vágyam megjelenjen a tiszta szeretetben való kapcsolódás felé, és hogy elkezdjem ezt a részemet is olyan mértékben letisztázni és kinyitni, hogy ez lehetővé váljon, hogy én képes legyek szeretet alapon kapcsolódni. Le tudom ezt követni egyébként még, nem csak most, ahogy így kimondtam, nem feltétlenül csak saját magamon, de például az anyukámmal való, vagy a szüleimmel való viszonyulásomon is le tudom követni. Tehát azt, ahogy én érzek belül feléjük irántuk, és ahogy ez kapcsolódik, és nagyon sok mindenen, ahogy így oldottam ugye az elmúlt időszakokban a generációs dolgokat, meg mintákat, meg egy csomó minden, nagyon sokféle volt bennem ez a kapcsolódás. És most, hogy ez az úgymond magamhoz van a minőségi kapcsolódásom megjelent, most így már észreveszem, és tudatosan olyan jó így rácsodálkozni, hogy nagyon tisztul ki. Nagyon tisztul ki az ő irántuk érzett szeretetem. És úgy tér vissza, ahogy nem is volt soha még. És ez nagyon jó érzés. Észreveszem a fiammal való kapcsolatomon. Ővele is nagy utat jártunk be. Nem, mindig is jó volt egyébként köztünk a kapcsolódás, de nagyon tisztul. Szóval így, meg hát persze a közvetlen a kollégáimon, a barátaimon is észreveszem, de alakulnak át a kapcsolatok. Mi az igazi szerepe szerinted a férfinek meg a nőnek, amikor találkoznak? Így ebből az új nézőpontodból. Szerintem egy szövetség. Én még mindig azt gondolom, hogy szerepeket nem nagyon tudnék meghatározni, nem is szeretnék. Én korábban, nem is olyan régen még így nagyon, hogy mi a tényleg, persze vannak női minőségek, vannak férfi minőségek. Én azt gondolom, hogy igen, tök jó, hogy ha már párosról beszélünk, akkor nagyon jó, ha a férfi tudja képviselni a párost a világ felé. Ő az, aki, tehát mégis ő a nap, ugye, vagy tehát a teremtés, a teremtő energia jobban, a tevékeny, az akarati, de ugye a nőbe is meg kell, hogy legyen ez. Nélkül nem működik. Igazából én azt gondolom, hogy akkor tud jó lenni egy kapcsolódás, ha a férfiba is, meg a nőbe is megvan a férfi és a női minőség kitisztázva, csak különböző arányokba. És az a működés közben pedig ezek az arányok, mint a hullámzás, ezek mindig a helyzetnek és a kettőjük állapotának megfelelően tudnak, tényleg, mint ahogy a tenger csinálja a dolgát, és olyan, amilyen. A maga hol csendesen hullámzó, hol, de hogy ez mégis egy egység az egészen belül.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, fontosabb, mint a szerepek, és olyan is lehet szerintem, ha már nagyon jó a kapcsolódás, hogy nagyon rövid időre akár például a nő lép előre egy ilyen fajta szerepbe, mert egy jó kapcsolódás ezt is elviseli. És hogy aztán a másik. Mindenképpen kell, hogy legyen szerintem egy nagyfokú tisztelet, és tényleg tiszta szeretet és érdeklődés a másik felé. És egy megdolgozott belső szabadság. Ugye a párunk az nem a tulajdonunk, tehát hogyha valaki mellé sodor az élet, ugye együtt utazunk valameddig, akkor lehet, hogy együtt fejlődünk, és ez is lehet, hogy a különböző fejlettségi szinteken hívjuk így, a belső átalakulásoknak megfelelő szinteken lehet, hogy új partnerek érkeznek. Lehet-e egyedül teljes egy nő, egyedül önmagában teljes egy férfi szerinted egy ilyen kettősség világában? Én azt gondolom, most már kimerem jelenteni, hogy lehet. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez a cél. Tehát, hogy mondjam neked, ha az ember eléri a teljességen, akkor utána nem fél ezt feladni. Mert rájön, hogy nincs mit feladni, nincs mit veszíteni. És valójában akkor tud igazából beleoldódni egy kapcsolódásba. Mert akkor már nem a hiányait akarja kielégíteni, már nem azért, mert egymás karmikus dolgait akarjuk itt teljesíteni, vagy generációs minták vonzottak egymáshoz bennünket, hanem akkor nem félek magamat teljesen kinyitni, feloldódni, nincs bennem védekezés feltétel. Tehát, hogy egy csomó minden ott van. És aztán utána, amikor akár elválunk, vagy az élet, nem úgy válunk el, tehát amikor mindenki éli egyébként a saját sorsát, a saját életét is mellette, akkor utána megint egy külön egész. Érted? Tehát, hogy én egyáltalán csak magamról tudok beszélni, mert nem szeretnék általánosításokat. Én ott tartok, hogy én nem szeretnék már olyan kapcsolódást, ahol az én jól létem függ attól, hogy a másik mellettem van-e vagy sem. És nem szeretnék olyan kapcsolódást, ahol az ő jól léte attól függ, hogy én mellette vagyok-e vagy sem. Az, hogyha mindig tudunk örülni egymás közelségének, az nagyon-nagyon jó, tehát az, amit szeretnék. De amikor nem tudunk, vagy nem vagyunk együtt, mert éppen mindenki a saját dolgával foglalkozik, és akkor is teljesnek érezzük magunkat, azt is szeretném, mert az is egy nagyon jó dolog szerintem. Amikor nem elvárni kell a hűséget, vagy megkövetelni, hanem nem is hűségről beszélek itt, mert igazából itt nincs mit megcsaljál. Tehát érted? Tehát nem is lehet ezt így kifejezni szavakkal, de ez szerintem egy nagy belső munka. Én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam vele, és az biztos, hogy az önszeretetem múlik, mert nagyon sokszor olyan védekezés vagyunk, és így nekem is volt például olyan programom, hogy gyakorlatilag, ami nagyon rejtve volt, és alig vettem észre, képzelt, hogy nagyon sokszor, amikor úgy éreztem, hogy támadnak, vagy bántanak, vagy valami megborul, akkor ellenségnek vettem még azokat az embereket is, akiket szeretek. Tehát úgy éreztem, hogy ők, és ezeket észrevenni, és kidolgozni, és megnézni, hogy ez miért, és hogy dehogy is van így, tehát hogy hogyan, és ez megint csak a belső kapcsolódás, tehát hogy ez szerintem meló. És úgy, ahogy mondtad, ha pár érkezik az ember életébe, vagy hogyha egy párkapcsolat le tudja követni ezeket a változásokat, akkor mindig azon a szinten érkezik, ahol mi vagyunk. Tehát, hogy ez nem tud máshogy lenni. Nem tudunk más rezgés szintű partnerrel kapcsolódni, mint ami bennünk dominánsan rezeg. És hogyha annak van itt az ideje, és az ember kerek egész, és ugyanakkor tud nyitott is lenni, és nem ezt elszeparálni és védeni, ezt a megdolgozott szabadságot és egészséget, hanem ezt akkor már meg tudja nyitni, akkor valószínűleg azt gondolom, hogy egy hasonló rezgésű, vagy egy ilyen rezgésű társ is fog hozzáérkezni, és nem gondolom azt, hogy ebbe akkor nem lennének feladatok vagy kihívások. De más jellegűek, én azt hiszem, mint egy úgymond hagyományos
párkapcsolatban vagy kapcsolódásban. Mondtad, hogy új típusú kapcsolatok alakultak ki így a családtagokkal is. Hogyha végignézzük ugye, hogy milyen múlt van mögöttünk, hogy hogy éltek az őseink, hogy milyen keveseknek adatott meg egy nagyobb boldogság, hogy milyen keveseknek adatott meg, hogy könnyed körülmények között szerethessék egymást, hogy a szerelmükkel legyenek együtt, vagy adott esetben kilépjenek egy olyan kapcsolatból, ami nem volt jó, mert ott kötelező volt, hiszen ugye megszólják egymást az emberek, még egy ilyen világ volt, ez egy gyönyörűen a rendszer így fönt tudja tartani magát, de nagyon-nagyon kevés szerintem, legalábbis az én ismeretségi körömben az, akik valódi boldogságot tudtak megélni, akiknek az ideális szerelmük, akiknek az igazi megadatott az életükben, nem is tudták adott esetben, hogy ez nem az igazi, nem is tudták az emberek azt, hogy igazából mi hiányzik nekik, mi az a valódi boldogság, mi az, ami, mert nem ismerték még ezt. Most viszont nagyon tudatosan lehet tudni azt, megfogalmazni, akár energetikailag behozni, hiszen ugye a tudatos teremtés az arról szól, hogy amire én vágyom, azt elképzelem, hogy már megvan. Ha én el tudom képzelni, az már valóban megvan, hiszen legalább a képzelet szintjén megvan, de ugye nagyon keveseknek adatik meg, és ez a kérdésem, ez egy szemtelen kérdés lesz, hogy a te életedben kinek a szerelmi életét élted, a nagymamádét, a nagypapádét talán nem, bocsánat, ezért inkább maradjunk, de most már azért manapság már ez sem lehet rendkívüli, hogy érezted azt, hogy esetleg te most édesanyád életét éled, és akkor azt a fajta párkapcsolatot teljesíted be, amit neki nem, tehát ez az egyik fele a kérdésemnek, és akkor majd utána mondom a másikat, tehát hogy kinek az életét éljük igazából? Hát persze, nagyon sokáig, de hát akkor nem tudtam nyilván, hogy azt élem, meg hát ez még most is derülnek ki számomra, vagy világosodnak meg részletek. Persze, hát hatnak rám, ugye, amiket anyukám is így önkéntelenül is elmondott mondatokat, ahogy egyébként nyilván ők élték a saját kapcsolatukat, vagy élik a saját kapcsolatukat. Igen, hoztam nagyanyai mintákat is, tehát azért ezt igen, ráláttam egy csomó mindenre. És a mellettem lévő, nekem az életemet igazából 23 éves korom óta úgymond két férfi határozta meg ilyen szempontból, akik így visszatükrözték azokat a dolgokat, amiben voltam. És az utóbbi 6-7 évem nagyon intenzív volt ilyen szempontból, és nagyon hálás is vagyok érte, és nagyon nagy segítői is voltunk, és vagyunk is egymásnak, tehát, hogy ez... És igazi volt egyébként, én azt gondolom, hogy mindegyik a maga módján úgy, ahogy volt. De most élénk ebben él bennem jóval ugye ez az utóbbi, és nagyobbakat forgattam a páros dolgokban már, mint a kapcsolódást illetően. Az előző, a házasságom alatti időszak például nem feltétlenül arról szólt. Tehát ott nekem a saját dolgaim rendezése volt így úgymond a feladat, itt pedig a kapcsolódásnak a rendezése és kitisztázása volt a feladat, és az nagyon sokszor igenis egy érzékeny és fájdalmas minta, meg meglátni, vagy folyamat, és meglátni ugye ezeket a mintákat, amit mondasz, a generációsokat, meg az átvetteket, meg ez az összehasonlítgatós, meg a minden, ami ott van. És akkor persze ő is hozza az övét, ami ott megjelenik, és akkor az még egymással reagálunk, de azt hiszem, hogy nem tartanék ott most, ahol vagyok, hogyha ezt így nem ebbe a minőségbe éltük volna, meg ahogy megéltük. És hát egyébként meg minden ilyen kapcsolatnak szerintem csodás pillanatokat lehet köszönni. Úgyhogy a minták. Ugye rengeteget dolgoztál magadon, hogyan hat ez ki a fiad életére? Teljesen. Nagyon sokat, nagyon sokat. Most én egyébként lehet, hogy ebben nem is vagyok feltétlenül jó példa, mert az én fiam 21 éves lesz most augusztusban,
és hát eléggé ugyanazon az úton jár egyébként, mint én, tehát ő nagyon sok mindenbe beleállt, és nagyon fiatal kora ellenére igenis generációs mintákat tisztított ki saját magán. Tehát, hogy ő az apai résznek nekiállt, mint fiú, és nagyon keményen bele is állt, és tanulja, és csinálja, és nagyon-nagyon-nagyon sokat, tehát le a kalappal tényleg. Annyi könnyebbsége van, és ezt pont így múltkor beszéltük meg, hogy az anyai részt én intézem. Mert ugye ezt a vonalat így elkezdem, de ő egyébként, tehát ezt sem hanyagolja. Ad neki nagyon sok könnyebbséget. Lehet látni azt, amikor én kioldok egy-egy dolgot, hogy az ő rendszerében egyébként ez hogyan jelenik meg. Abszolút lekövethető. Nem csak az enyémben, egyébként a szüleimébe. Tehát, hogy ez lefelé, fölfelé, abszolút. És ez tényleg, hát ugye nem is tudom, azt hiszem Teréz anya mondta ezt egyszer, hogyha tényleg, ha mindenki a saját háza előtt, elsőfően, hogy az egész világ tiszta lenne, komolyan, tehát ha mindenki a saját rendszerét elkezdeni kipucolgatni, akkor ez lefelé, fölfelé ható folyamatként, mint a póka, tehát tényleg így terjedne szét az emelkedés, a tisztasága a dolgoknak, a kapcsolati rendszerek minőségi, ugrásszerű minőségi változása lenne, hogyha ebbe beleállnánk. Mennyire jellemző az, hogy a férfiak ezt megteszik, amit a fiad? A belső munkát? Én a magam környezetében azt látom, hogy megteszik. Én azt gondolom, hogy igen. Hogy beleállnak. Keményen beleállnak. És én nem látom ezt, azt, hogy csak a nők, meg én sok helyen olvasom ezt, és vagy láttam így, mostanában kevésbé egyébként, de eddig igen. Az én környezetemben a férfiak szinte mindenki, igen, akiket én így hozzám közel állnak, családban is, meg így a kapcsolódásokban is, igénylik és elindulnak, sőt, saját jogon is. Nem, van, aki azért, mert azt látja, hogy a párja, és a nő, és viszi, és ő szeretne. És ezt azoknál a kapcsolódásoknál látom, ahol a nő képes arra, hogy végre levegye a fókuszt a férfiról. És ne a férfit akarja megváltoztatni, neki milyennek kéne lenni, és hogy neki már követni kéne az ő előmeneteli spirituális útját, és a többi, hanem valóban elkezdeni befelé indulni, elkezdi feloldani saját rutyiját, rendbe rakni, akkor az ő mellette lévő férfi ehhez már tud kapcsolódni egy más minőségbe. És akkor is el tud indulni, ha esetleg nem spirituális. Ezt mondjuk ilyen baráti kapcsolatokban látom, és csodálatos. Tehát olyan kapcsolatok fordulnak meg, hogy tátott szájjal nézünk. Egyébként pedig a közvetlen környezetemben, ugye a fiamnál és a magánéleti kapcsolódásomban, ott azt látni, hogy saját jogon. Tehát nem miattam, meg nem más miatt, hanem mert a belső igény ott van, és mennek, és nagyon jól csinálják. Én nagyon büszke is vagyok mindenkire, aki ebbe beleáll, mert szerintem egy rohadt nagy feladat. Tudom, hogy a kolcovlapoknak vannak tematikus kiadványai, foglalkozik a párkapcsolatokkal. Hát képzeld, Ági, hogy az utóbbi időben megjelent kolcovlapok, ezek nagyon-nagyon magas rezgésűek. Tehát olyan magas rezgéses energiát képviselnek, hogy sokszor még én is pislogok, amikor magamhoz veszem, pedig hát 10x éve együtt élek vele, nem kevéssel. Tehát, hogy így tényleg nagyon magas rezgést képviselnek, és az összesen rajta van a párkapcsolati minőségeknek, és a kapcsolódás, az emberi kapcsolódási minőségeknek a változása és változtatása. Mindenféle függőségi helyzet feloldása, nem tud olyan függőségi helyzet lenni, ami jó, és ami hosszú távon egyensúlyt teremt. Bármennyire is időszakosan azt mutatja a helyzet, nem tud. A függőségek kidolgozása, letétele, az irányításokról való leválás, ez mint társadalmi, mint pedig magánéleti szinten, az önmagunkban való megérkezés, az önmagunkért való kiállás, ez nem feltétlenül egóból és elméből és asztalra csapásból, bár néha annak is ott van az ideje, hanem inkább az, amikor ez egy megérkezésből való közlés.
Tehát, hogy mondjuk én ezt itt akkor most befejeztem, köszönöm szépen. Tehát, hogy nem, tehát sok ilyen van. Rájönni arra, hogy nem feltétlenül kell mindig mindent megmagyarázni. És nem feltétlenül kell mindig mindent megértenem a másikból ahhoz, hogy ha szeretettel vagyok felé, akkor elfogadjam azt, amit ő dönt vagy érez. Tehát igen, ez azt hiszem, hogy a szabadság az egy felelősség. Óriási felelősség és felelősségvállalás, és egy tisztelete a mindenségnek, a működésnek és önmagamnak, és ebben benne van az is, a másikhoz is így viszonyuljak. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy eznek most jelentősége van, hogy minél több kitisztázott kapcsolódás legyen, mind családi, mind társadalmi kapcsolódások, mind magánéleti kapcsolódások, és jó esetben azok a kapcsolatok tudják ezt a meglévőkből áttransformálni, ahol így mind a kettő elindul befelé. Igen. Egy kicsit én szeretek mindig így, szeretek egy ilyen nagyobb képbe behelyezni azt, ami történik, és ugye amikor az őseink kondicionáltságokból fakadóan kerestek párt, vagy az emberi kapcsolataik igazából a túlélésről szóltak, hogy mikor van nagyobb esélyünk túlélni azokat a nehéz időket, amiket ők átvészeltek. Ugye ezek a kondíciók nagyon erősen kötnek, mert ugye a tudattalan az mindig azt rögzíti és örökíti tovább az utód nemzedékre, ami a túlélést megsegíti. Ugye itt már ugrik a biztonság, hogyha valaki ebbe a rendszerbe nyúlni, rögtön ott kezdődik, hogy akkor a tudattalan elkezd olyan helyzeteket teremteni, hogy te ezt ne piszkáljad, hiszen ez az a legbelső biztonsági rendszered, és hogyha te ezt megmered piszkálni, akkor neked az életed veszélyt jelent, esetleg ember halál fog bekövetkezni. Na most az ébredés az pont arról szól, hogy akkor ezt, ahogy mondtad az előző beszélgetésben, hogy félretesszük, nem félünk annyira, tehát eldöntjük, hogy félelmetes ugyan, de nem félünk annyira, és utána jön egyfajta egységállapot, ugye, amiben te is megérkezett állapotba, vagy teljesség állapotába, vagy nincs hiány. Itt megjelenik az a fajta egység, ami még egy ilyen androgűn időszaka volt az embernek, amikor benne ez a férfi és a női minőség még nem vált ketté, hanem itt a teljességben, a totális biztonságban vagy, és akkor ugye itt jön egy következő szintugrás, amikor te már ebben a, ahogy te szépen fogalmaztál, ebben a megérkezett állapotból döntök úgy, hogy párkapcsolatba lépek, és ebben a szeretetegységben, és a szerelem állapotában, és a teljesség állapotában, és nem függőségből, hanem szabadságból kapcsolódok valakihez, ugye ez egy teljesen más minőség. És ezt, ahogy te mondtad, hogy talán még erre régen nem nagyon volt példa. Olyan példa szerintem, amiben tudatosan ezt a fejlődést egy inkarnáción belül valaki megélte, hogy elengedem az összes ősöm mintázatát, megérkezek az egységbe, ahol igazából nincs szükségem senkire és semmire, mert úgy tökéletes minden, ahogy van, ahogy az élet azt hozza, és utána újra mégis ekként a teljességként kapcsolódni valakihez. Hát valahol itt tartasz te is most, és szerencsére ebben ugye nagyon fontos, hogy legyenek úttörők, új mintázatok, új lenyomatok kell, hogy kialakuljanak, hogy lehet, hogy ha nem biztos, hogy megúszható, az tényleg ebben egyetértek veled, hogy azokat az egyéni, teljesen egyéni és egyedi dolgokat ki kell pucolni, tehát magunkat kell felszabadítani, de nem kötelező. Nyilván nem kötelező, hiszen valaki a biztonságát soha nem fogja feláldozni. Azt mondja, hogy a biztonságom és a túlélési esélyeim nekem itt a nagyobbak, ha én megmaradok ebben a régi, lehet, hogy szeretetlen kondicionáltságban, de az élet az első, akkor nyilván ők meg fognak itt maradni, és ez egy olyan világ, ahol ugye aztán mindenki elfér, és mindenkinek helye van, és mindenkire tekintettel vagyunk, ám de ez a tekintettel vagyok mindenkire, ez nem szabad, hogy korlátozza azt a fajta kinyílási lehetőséget, aminek te nagyon-nagyon jó példája, követhető példája vagy, de nyilván addig lehet téged is követni ebben, amíg valaki saját magával a kapcsolódást meg nem találja, és az ő kis saját
kivirágzása meg nem történik. Beus, van-e még valami, amit szeretnél Egy csak egy gondolat jött elmondani? ebből most, amit mondtál, így az androgűn állapot, ugye, hogy igen, azt mondják, hogy efelé, tehát hogy valójában erre vágyunk, ugye, ebbe a fajta egységbe való visszaélésbe. Azt tudomásul kell vennünk, hogy itt a Földön nincs erre más lehetőségünk, mint a férfinői kapcsolódás. És azt mondják, hogy a Föld a legnehezebb tanuló pálya, ugye? Hogy ide csak a nagyon bátor lelkek érkeznek, bár erről a bátorságról magamat tekintve sokszor az a vicc jut eszembe, tehát hogy nem vakezaló, csak bátor, azért megy a falnak. Tehát, hogy igazából a párkapcsolat az egyetlen olyan platform ebbe a nehéz világba. Ami a legnehezebb, hogy itt ugye két önálló személyiségnek kell összehozni ezt a dolgot. Tehát nem elég, és talán ez az a válasz arra, amit kérdeztél, hogy elég-e az, hogy egy önmagamba teljes vagyok, mint férfi, és teljes vagyok, mint nő. Hogy önmagamba és a szellemiségem kiteljesülésébe, és a lélekutam követésébe, és mindenbe elég. Ahhoz, hogy ebbe az egység állapotba, itt a földi létbe vissza tudjak térni, az androgűn életérzésembe, azt a párkapcsolatban tudom megélni. És ehhez kettő ember kell. Köszönöm szépen. Na, hogy nekem is egy ilyen, úgy zárjam ezt a beszélgetést, hogy mi jutott az eszembe, de minden szinten, szinte minden. Ugye volt egy ilyen retro reklám. És amikor már a szeretet egységében van valaki, akkor automatikusan megnyílik ez az elfogadása mindennek és mindenkinek, ahogy te az előző beszélgetésben gyönyörűen megfogalmaztad, hogy fogadjuk el, hogy ki hol van, ki mit él meg, ki mit lát a valóságának, de egy biztos, hogy nagyon sokan azt bizonyítják, akik már az öröm és a szeretet állapotában vannak, hogy ott más a valóság. Más. Ez egészen biztos. Nagyon szépen köszönöm, Beus, hogy itt voltál. Én is köszönöm, Ági. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük Önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök a VNTV-t látták. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu, valamint a YouTube megosztó portálján láthatják. Viszontlátásra. A lélek és a szellem táplálása mellett a testegészségére is gondolunk. Látogassa meg a Viva Natura webáruházát és válogasson az egészség polcairól. www.vivanatura.hu